Sziasztok! Csodálatos tanítást kaptam Jézus Krisztustól. Egyszerűen gyönyörűséges, azt kell mondjam. És most értettem meg, ami valóságban meg is történt velem. És feljött bennem nagyon sok minden. Hát a YouTube csatornámon több videó van Orbán Viktorról, és evel kezdeném. Vannak nagyon erőteljes videók, amikbe valójában magamra ismerhetek. És ezt csak azért mondom nektek, drága emberek, hogy bármilyen álomképet kaphatok az atyától, egyértelmű, hogy egyszer nekem tanítás, szembesítés, hogy azáltal is meglássam azt, ami ő maga, tehát maga a teremtő atyánk, tehát ő irgalmas, ő a szívek és a vesség vizsgálója, és ő nem külsőképpen ítél, hanem a belsőt lássa, és ez egy fontos dolog. Ez egy óriási felismerés számomra, de megértve lélek által, mert erről én többször hallottam, hisz Jézus is mondja, hogy én nem külsőképpen ítélek, nem tesz szerint ítélek. És nézzétek meg most ezek az idők, amik vannak, egyértelműen felszínre jön nagyon sok minden. De mielőtt belekezdenék, ugye Orbán Viktorról beszélgetve, az éjjel is kaptam egy álmot, és megvallom nektek őszintén, hogy meg voltam kísértve, hogy fölmondjam ezt az álmot, mert eléggé szembesítő álom. Tehát a színjátékot láthattam újra, hogy mi folyik a színfalak mögött, és milyen helyzetben van Orbán Viktor. Hát azt kell mondjam nektek, hogy nem szeretnék az ő helyébe lenni. Hát azt kell mondjam nektek, hogy szánalommal vagyok iránta. Szószoros értelemben. Így ahogy az atya megmutatta egyértelműen az ő helyzetét, az éjszaka is. Egyszerűen szánalommal vagyok. Mert az ő helyzet az, amit bevállalt, egyértelműen egy olyan helyzetben került az ő lelke, ami őt rettegéssel és félelemmel tölti el, hisz a hatalomban való megmaradás az egy irtózatos nagy vergődés, és ez nem csak számára, drága emberek, mert számunkra is hétköznapi embereknek, nevezett embereknek, hisz mi is, amikor a saját trónunkon ülünk, és meginok az életünk trónja, akkor valóságban ugyanazt a félelmet és rettegést élhessük meg, hogyha minket nem a teremtő atyánk, vagy újjászületve Jézus Krisztusban az ő kegyelme által tartatunk meg. És az, amiről nagyon szeretnék beszélni, és amit megláthattam, és egyben megmutassa az én szívem keménységét is, és az indulataimat. Tehát elindultam a munkából, és egy hosszú utcán mentem végig, és ezen az utcán ugye ilyen kampányoló emberek voltak, minden házhoz becsengettek, és ki beengedte őket. Én nem tudok már erről, hogy most ilyenkor gyűjtenek kopogtató cédula van, vagy nem tudom mi. Hát annyit tudok, hogy ugye most jelen pillanatban Magyarországon lesz választás, de hogy most EU választás, azt hiszem, ezt se tudom, megmondom őszintén, évek óta nem mentem választani, hisz amikor az Úr Jézus Krisztus lenyúlt értem, és a mocsokból, és a szemétből, és a bűnökből kiemelt, onnantól kezdve egy fontos dolog történt az életemben, tehát őt választottam. De valójában, hogy tiszta legyen a kép, ő választott engem. Tehát látta a szívem állapotát, látta a helyzetemet, hogy az életem trónja, a trónus, amin én is ültem, a hatalom, amit, ahol megkoronáztam magamat, hova vezetett engemet. Tehát ugyanabban, amit láthattam az éjszaka Orbán Viktorról, hogy hogy menekült a nép elől, és hogyan van benne tartva egy olyan hazugságban, tehát egy színjátszásban, egy előre megírt programban, aminek ő kénye kedve szerint, tehát ha kényük kedve szerint már bent tartsák őt, tehát onnan ő nem tud kiszabadulni, hogyha mi drága mennyei atyánk nem lesz irgalmas hozzá, és nem jut el abban az állapotban, hogy hozzáfér a szívéhez, a lelkéhez, lesz-e rés benne, tehát nem törettetik meg, mind úgy, ahogy én is meg kellett törettessem, szószoros értelemben meg kellett élnem, hogy a szívem keménysége
hogyan kellett megrepedjen ahhoz, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme és irgalma hozzám férjen, és ezáltal tudjon fokozatosan kezdjen el bennem munkálkodni, hogy rá tudjon vezetni engem az élet keskeny ösvényére, hogy megélhessem azt a csodálatos kegyelmi ajándékot, hogy újjászülethettem az ő megváltó, szabadító ereje által. És ezek annyira fontos dolgok, amit mondhatok, mert ennélkül az ember nem láthassa meg az élet keskeny ösvényét. Tehát az történik ilyenkor az emberben, hogy a gyermek újra kap egy lehetőséget, a bennünk lévő pici gyerek, akik voltunk egykoron, és teljesen közvetlenül hallhassuk az atyánkat, és így ezáltal megmaradhatunk a keskeny úton. És meg kell vallanom nektek, hogy amióta ezen az úton járok, én is rengeteget bukdácsolok, tehát Jézus Krisztusnak köszönhetem, ahogy fohászkodott ő, ami le van írva János evangéliumában, hogy atyám, ezekért könyörgök, hogy tartsd meg őket, mert ami a enyémek, az a tiédek is, tehát így egyek vagyunk, tehát azért könyörgött Jézus, hogy őrizzen meg minket ebben a világban azoktól a dolgoktól, ami kísértésektől, ami valójában mindig fennáll az én életemben is, hogy elterel engem az élet keskeny ösvényéről. És visszatérve erre a történetre, hogy jöttem munkából, hát ezek az emberek ugye ottan kopogtattak, és egyik kedves lány, így mondom, még messziről néztem is, valahogy éreztem, hogy lehetséges, hogy fogunk beszélni. Hát az történt, hogy hozzám szólt, hogy nem írom alá a papírt, és én annyit válaszoltam neki, hogy én politikával nem foglalkozok, és mentem tovább. És utánam szólt, hogy miért nem foglalkozok politikával, és hát mondom neki azért, mert én már választottam egyszer az Úr Jézus Krisztust, és azt mondja, hát ő is hívő. Hát mondom neki, hogy a hívő és az ismerő között tudtad, hogy van egy különbség. Mondom, hát hallod-e őt, vezette tégedet, mert akkor kezded őt megismerni, és akkor már nem lesz szükség politikára az életedben, mert ugye nem tudtam elmondani, mert megvallom nektek őszintén, hogy megjelent egy indulat bennem, és mindjárt megértitek, hogy mi történt. Egy indulat bennem, és az atya már szólt előre, hogy ne erőlködjek. Tehát ha én elkezdek erőlködni, akkor valójában az egónak, a csavaros agyamnak, a sátánnak fogok engedni. És ugye a vallásos agy, mert a tökéletes másoló gép akkor úgy fog beszélni Jézus Krisztusról, mint valami törvényről, mint valami gép, szószoros értelemben. Tehát ilyen szembesülés ért engemet is, és így ahogy váltottunk egy pár szót, igazából nem is tudtam neki teljesen tisztán tanúságot tenni az Úr Jézus Krisztus kegyelméről, szerelméről, hanem eléggé határozott módon kijelentettem, hogy mi az, amit ő is kellene lásson és halljon. Tehát úgy is mondhatnám, hogy kioktattam magyarul, és ez egy óriási szembesülés volt számomra. És az atya már egyértelműen felhozta a lelkembe, hogy ne erőlködjek, és nézzétek meg, miatt hazajöttem, és éreztem, hogy le kell ülnöm egy picit, mert hogyha engedek ennek a sötét gondolatnak, tehát a sátánnak, a csavaros agynak, az elbukott emberi programnak, aki ugye tökéletesen le tudja másolni még Krisztust is, meg tud engemet vezetni, és belevisz egy olyan erőlködésbe és egy olyan harcba, amit egyértelműen az atya figyelmeztetett, hogy az hova vezet. Tehát szembe menjek aval, ami az ő kezébe van, hisz minden az ő kegyelméből működik, mindenki az ő kegyelméből él, még akkor is, hogyha tudja vagy nem tudja. Tehát ő az élet ura, ő teremtette a mennyet és a földet, és ezeket az embereket is. És azt mondta nekem, hogy figyelj, amikor jönnek még hozzád és bekopogtatnak, mert hozzád is fognak jönni, hisz megy a teljes kampány, akkor hívd be őt egy kávéra, bárki is legyen az, ültesd le, és tegyél tanúságot arról, hogy hogyan mentettelek meg tégedet, hogy hogyan vezettelek ki tégedet a bűnökből, hogyan vezetlek ki most is, nap mint nap is szembesítlek téged a szíved tartalmával, és akkor hát ha ő is meghallja, és hogyha nem is hallja meg, vagy nem akarja meghallani, majd eljön az idő, esetleg Isten kegyelmére bízva az egészet, őt is megérintheti, tehát feljöhet benne azok a mondatok, amit lélek által szólhatok.
Tehát a legfontosabb dolog, hogy ezekben a kampányidőkben az Isten gyermekei mindannyian lélekben legyünk. És ez egy nagyon fontos dolog, mert könnyen megpróbáltatunk mi is esetleg egy indulattal, egy olyan cselekedettel, amit nem szeretnénk. Tehát ez legyen felhívás számomra is, hisz egyértelmű, hogy azért kaphattam meg, és azért is mondom el nektek, nem kell azt csinálnatok, amit én mondhatok Isten kegyelméből, de egyértelmű szembesülés volt számomra. Sőt, felhozott egy olyan részt a Heltai Jenő verséből, a Szabadság című verséből, ami egyértelműen megmutatta nekem, hogy mit jelent igazából szabadnak lenni. És Heltai Jenő, azt kell mondanom nektek, hogy Isten lelk által, tehát a kövek beszéltek mindig, egy olyan verset írt a szabadságról, hogy aki azt elolvassa, a Szabadság című verset, vagy meghallgassa, itt is megvan ezen az oldalon, az egyértelműen megélheti azt, hogy igazi szabadság az valójában a lélekben kezdődik. Tehát ott kell megtörténjen a bűnök bocsánatára, teljesen, hogy gyereké szabaddá legyünk az Atyán kegyelméből, újra feltámadva Jézus Krisztusban, kiszabadítva minket a bűn rabságából, a sötétségből, hogy a világosságban járjunk, és hogy mi is világítsunk egyen-egyenként. Nem fogom felolvasni az egész verset, de ez, ami jött, ezt fel fogom olvasni, ez a második vers szakasz. És azt mondja, tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg, hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez, nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem az, kinek ki volt az őse, nem bámul görnyedőn a kutyabőre, s embernek nézi azt is, aki pőre. És itt van a lényeg. Így igaz, hogy én valóságban tényleg szóltam azt ott, tehát nem néztem, hogy tetszetőse neki, vagy nem tetszetős. De az Atya azt mutatta meg, hogy ez a katonarend, amiben bele vannak ezek az emberek állítva, tehát ez az elbukott földi program szerint, ők is erőltetik azt ott, amit erőltetniük kell. Tehát ők minden áron el akarják érni azt ott, hogy az aláírást megszerezzék, hisz emberi vezetőkbe bíztak. Tehát a királyba, erről is van történet a Bibliára, hogy a nép királyt akar magának, és nem láss azt ott, hogy a színfalak mögött mi történik. A színfalak mögött valójában egy teljesen megtervezett színjátszás történik, amiben a vezetők is bele vannak vive egyértelműen. Tehát ennek az zárt világnak a színjátszásába, és ezek a dolgok engemet is szembesítenek az zárt világban való létezés, tehát az Atya azt mondja, hogy az szabad, aki lélek által szabad, és minden körülmények között szabad. Abban a pillanatban az ember kikerül a zárt világból, ebből a színjátszásból, lélek által, és egyszerűen nem lássa többet azt, mert ő benne van az Isten országában, hisz maga az Isten országa az bennünk születik, meg bennünk van, és mivel bennünk van, és akkor köztünk van. Tehát a lényeg, hogy ezek az emberek is meghallják az igazságot, megismerjék az Úr Jézus Krisztust, úgy, ahogy mi is megismerhettük, tehát ne rejtsük el. És nekem is ez egy óriási felhívás volt, és egy óriási szembesülés, hogy nem mindegy, hogy hogyan mondom. Sőt, figyelmeztetett az éjszaka, hogy beszéljek az ő irgalmáról és kegyelméről. Tehát fedjen fel az igazságot lélek által, és beszéljek nekük a Jézus Krisztus szeretetéről. Beszéljek, úgy beszéljek, mint a kánai mennyegzőn, ami történt. Tehát a víz változzó borá. Mert a király várja az övét a mennyegzőre, és ezeket a dolgokat jelentsem ki, hogyha adatik egy ilyen helyzet, hogy egyáltalán még kerülök egy ilyen helyzetben. Nem tudhatom, ezt az Atyám tudja, de elég szép és gyönyörűséges felhívás volt, és egyértelműen felhozta bennem a lélek, hogy hát valójában nekem is az utam elején, amikor az Isten kegyelme lenyúlt értem nyomorúságomba, bánatomba, megtörtségemben, akkor nem zudította rám azokat a dolgokat, amit utána meg kellett fokozatosan meglássak, hanem egyszer valójában talpra állított, tehát meg kellett halljam a vizet, hogy változtatták borrá, tehát engemet is meg kellett részegítsen ez a bor, ez a finom bor, ami sokkal jobb, mint a víz. És egyszerűen meg kellett tudnom, és meg kellett értenem azáltal az ő kegyelméből, hogy
Én is a mennyegzőre vagyok hívva, a királynak a mennyegzőjére, és mindenki meg van hívva. Ez a legfontosabb dolog. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy mindenki meg van hívva. Nem csak én vagyok meghívva erre a mennyegzőre, hanem mindenki. Mert az az igazság, hogy a keresztény világ az most egyértelműen benne van ebben az egész színjátszásban, propaganda gépezetnek a működésében, és úgy, ahogy ez a lány mondta nekem, hogy ő is hívő, tehát a hívők többsége ugyanazt ott propagálja, amit a fenevad rendszer egyértelműen beleprogramozott az elbukott emberi elmékbe, tehát a sátáni gondolkodás az mindenkiben benne van, és az ember nem is gondolja, hogy mivel kéne szembesüljön, tehát elsősorban a szíve tartalmával, avval, ami valójában megtisztulva teljesen az Úr Jézus Krisztusban újjászületve újra megkapjuk a lehetőséget, hogy Isten gyermekei lévén éljük itt az életünket és az örök életet is, hisz erre vagyunk mindannyian hívva. Tehát felfedni az igazságot minden körülmények között, kitartani ezen az úton, mert Jézus azért imádkozott, hogy megtartassunk mi is, hisz még a választottak is alig tartatnak meg, és hova tovább keményebb ez a világ, és sokkal jobban tolakodik ez az egész rendszer, hisz egyik videómban is mondhattam, hogy az a címe, hogy olajat fogunk vásárolni. Hát kitől lehet olajat vásárolni, drága emberek? Hát azoktól lehet olajat vásárolni, akiknek van olajuk, és az olajra nagyon kell vigyázni. Tehát nem mindegy, hogy mit teszek én avval az olajjal, amit összegyűjtöttem, hogy még ezáltal gyűjtök-e majd magamnak, hisz ez egy óriási lehetőség, vagy pazarolni fogom az olajat azért, mert engedek az indulatomnak, engedek az akaratomnak, és nem lélek által jelentem ki teljesen az igazságot, úgy, ahogy abban a pillanatban kell, hogy az az ember, az a gyermek, aki ő is valójában egy gyermek, aki el van tévesztve, meg van tévesztve, tehát ő is céltévesztésben van, meghallja teljesen az igazság hangját, és ő is megszabaduljon, és együtt legyünk a mennyegzőn. Ennyit szerettem volna nektek mondani. Sziasztok, Isten áldjon!